hogy mégis 5000 forintért mit kap az ember. Nagyjából egy hónapja még kint volt az oldalon, hogy ez egy optimalizált rendszer, viszont ez a szó mostanra onnan eltűnt. Semmilyen infót nem kapunk arról, hogy mégis milyen előretelepített programok vannak, milyen scriptek futnak le, vagy legalább milyen változások vannak a rendszer telepítőjében. Ja, ez a videóhoz nincsen túl sok eget hozzáfűzni valom, csak úgy gondolom, hogy érdemes megnézetek esetleg a Neonitjának is a videóját erről. Egy 1500 forintos pendrive-ot adnak lényegében 5000 forintért, amin van egy módosított Windows telepítő, és még valószínűleg rosszabbul is jársz vele, mint hogyha csak magadnak megcsinálnád ezt a dolgot, de nyilván azoknak az embereknek készült, akik nem értenek hozzá, de akik meg nem értenek hozzá, azok szerintem nem is nézik a Kingstack-nek a csatornáját, szóval nem tudom, uh... Átverés vagy baki? Az pedig, hogy egy ekkora ráadásul hazai csatorna ilyet árul, szimplán csak szomorú. Ez itt a hozzá nem értő nézők teljes kihasználása ráadásul kókány, sufni és törvénysértő módon. Egyébként nem csak a Kingsteco ezt nem ajánlom, hanem egyik custom rendszer sem mostanában, mert hatalmas a hibafaktor, mint mondtam, én is fejlesztettem ilyet, és tudom. A képmódosító programok, mint az NT Light vagy az MSMG Toolkit szintén tartalmaznak hibákat, és ezek végül átkerülnek a végleges rendszerbe. Például, ha valaki emlékszik még arra, hogy a Verza 2204 a Red volt egy olyan bug, ha az éjszakai fényt bekapcsoltad, onnantól azt soha nem lehetett kikapcsolni, bármit is csináltál. És még meg annyi hasonlóan apró, de irritáló bug lehet egy ilyen rendszerben. Na meg persze kártékony programokat, meg vírusokat úgy el lehet rejteni egy ilyen rendszerben, hogy azt soha meg nem találod. Úgyhogy mindenkit kérek, vigyázzatok magatokra. Hát azért remélem, hogy nem ratolna be mondjuk minket a King's Tech. Ez az elég komoly. Az eneva.com egy játékokkal foglalkozó piac tér, és több mint 20 ezer termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneva.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékkeiményed és a vásárlás is akadálymentes. Ez is megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat. Ebben biztos lehetsz. Hé, hey, nem jó a kulcsom! Már is segítenek! Halló, nem jó a kulcsom! Ó, itt egy új neked! Az eneba.com on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Na ciao! a mai videóban a popfon.eu-ra fogunk reagálni, a nézőim küldték el nekem, és néhol ki fogom egészíteni a mondandóimat, amiket a streamben mondtam, mivel utána néztem egy-két dolognak, és szerintem vannak itt még érdekességek. Ja, és amúgy Miért néz ki ennyire undorítóan ez a weboldal? Ki csinálta ezt? Egy kilencedikes osztályos gyerek jobb weboldal tud csinálni ennél. Hát ez hogy néz ki? Na szervusztok, itt vagyok. Én most itt vágok, képzeljétek el, és nem ez a lényeg, hanem az, hogy erre a weboldalra bármilyen fájlt fel tudsz tölteni profilképként, és még méret limit sincsen szerintem. Hallgassátok meg itt az új profilképem, nézzétek! Azzal sem foglalkoztak, hogy el kelljen fogadni az e-mailben, amikor regisztrálsz egyáltalán nem foglalkoztak ezzel, bármilyen e-mail címet be tudsz írni, és onnantól kezdve a töltötted is fel a profilképet, tehát a botolással sem foglalkoztak, és ez nagyon veszélyes is. Kop, kop. Ki az? Eldobtad, edkedtet, a is már igaz. a védel, fontos, és igaz? Természetesen a polgári kötelezettségének eleget tettem, és szóltam nekik erről a problémáról, tehát mikor ezt a videót nézed, akkor már ki lettek javítva ezek a problémák, és nem férhet hozzá bárki a vásárlók bizalmas adataihoz egyetlen egy profilkép feltöltésével. Azért érdemes azt is átgondolni, hogy mennyire fontos nekik a vásárló pénze, és mennyire fontos nekik a vásárló biztonsága, hiszen mióta fut a weboldal, mi voltunk az elsők, akik észrevették ezt a biztonságírést, és egészen eddig bárkinek az adatait el lehetett volna lopni. Most pedig térjünk át arra, hogy szerintem hogyan tévesztik meg ezek az emberek a vásárlókat. Oh no. Pods Pro 29.000 forint. És úgy van hirdetve, mintha egy iPhone füles lenne. Hogy néz ki ez a weboldal? Most nekem be van nyomva a dark mode, de kikapcsolom. Tehát ennyi változik a dark mode-tól. Igazából amúgy is hányadékul néz ki. Sőt, még lehet, hogy a dark mode jobban is néz ki nekem. Galaxy Starbot Mini. Ez egy ilyen világítós szar. Ami 3300 forint amúgy a Temun. És 20 ezer forintért árulják. Az kemény! Dropshipping? Szerintem ez nem dropshipping szerintem ezeket hogy raktára megrendelik, mert nagyon sokat hirdetik ezt az oldalt. Rá, láttam már sokat ezt az oldalt. Őnek az volt az alapprofiuk, hogy használt iPhone-okat uh, refurbisselnek és adják el, ugye? Igen, használt iPhone és Apple terméket. Még use good cool again, igen. Igen, és itt írja, hogy iPhone-okat lehet venni, azok ugye igaziak, uh, viszont itt ugye vannak ezek a megtévesztőbb dolgok. 29.900 forint ez itt. Még ezek iHolder, na ez. Ez is egy szerintem 2000 forintos dolog maximum. Pont ugyanezt sajnos nem találtam meg, mert már nem árulják, de itt volt. Ez, ez, ez ha jól látom, jól látom, ugyanaz. Aha, igen, itt is. Ez, ez, 6000, ők ennyire. Remax, az a neve. Na várjál, rákeresek. Nézzétek, megtaláltam egy olyat, ahol csak 4500 forint. Ugyanúgy. Ezen kívül ilyen Pods Ultrát is árulnak, ami ugyanolyan, mint a Pods Pro, csak van rajta egy képernyő, de akkor miért, nem azt, miért azt venné az ember, amin nincs képernyő? Tehát ez, 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 is ilyen elég fura, hogy ugyan, kerül a kettő. Ne, le van árazva 45 ezerről, még ide is írják a megtakarítást, ami van ezen. Akkumulátor értettem. 24 óra zene hallgatást töltő az nagyon kevés amúgy. 44 alapból, az kamu szerintem. Kínai felirat az már alapból elég meggyőző rajta amúgy, igen. Mi van odaírva? Wireless VS4? Vevői megtévesztés. Amúgy telibe, amúgy ezeket ö, a linkeket ki kéne gyűjt. Így van, itt itt is van az ára, nincs leírva neki? Aha, tényleg 10 dollár, itt is. 10 dollár, 11. Tehát akkor ez egy 3500 forintból megvásárolt dolog, amit eladnak 30.000 forintért, úgyhogy amúgy még azt is mondják, hogy olcsóbb, most 45 helyett. Elmondom nektek, hogy 45-ér már nagyon jó AirPodzot tudtok venni, de uh, 29,99 is tudsz venni szerintem használtan már uh, jó AirPodzot talán még nem is csak az első generációsat, hanem a második vagy harmadik generációsat is. Uh, nem meglepő, csak az, hogy ennyit, ennyire sokat profitálnak rajta engem, az lett meg amúgy, mert ezek csak kínai szarok. És akkor itt, meg itt van az üvegfólia, hogy az 250 forint, hát persze! mert az üvegfóliát megveszik mondjuk 1000 forintért, és vesztenek rajta, de a sok szaron meg ugye visszanyerik. Tehát az üvegfólián azon lehet. Azt, hát akkor, akkor üvegfóliát akkor innen tudtok rendelni ezek szerint. Ja, a nagy lófaszt. Azt írja 250 forinttól. Az iPhone 14 Pro Max-ra valamiért 250 forint, az összes többire 10 000. A 14-esekre valamiért csak 250 forint mindegyik. Meg kell rendelni az összeset, srácok. Bro ráraktak egy ilyen generált matricát egy kínai termékre. Üzletrontás lenne az, hogy ezeket a dolgokat elmondna az embereknek, mert szerintem nem amúgy. Ha meg igen, akkor majd találkozunk a bíróságon. Uh, bitcoin? Miért van itt bitcoin ennek a szemén? Mi ennek a bitcoinhoz? Csapatunk. Viki a sales guru. Na, ő találta ki az ai -t. és ő a főnök! Hóp a főnök! Gyors, rugalmas ügyintézés, vásárlás, like, rólunk mondták. Egy hónapja, három hónapja. Milyen érdekes, hogy csak az öt csillagosokat integrálják ide a nem? Nem, nem nagyon vannak olyanok, amik 4 négy csillagosok lennének esetleg. Mindegy. Egy fast charger-t és egy kábelt adnak 7000 forintért. És ez is valószínűleg kínai. Tehát, hogyha megveszed mondjuk a Samsungosat, meg veszel az -e egy lightning kábelt, akkor jobban jársz. 30 zlotyba kerül amúgy a <laughs> kupteraz. 2800 forint a 30 zloty, Ők pedig árulják 7000 ér. Na hát jó van, akkor ez a popfón, ezt kimondhatjuk, hogy szar. Hogyha valaki úgy érzi, hogy ez illegális, amit csináltak, akkor itt ezeket a dolgokat, amiket itt voltak, ezeket nyugodtan küldjed a Fogyasztóvédelmnek, meg a GVH-nak, megfelelő hatóságokkal tudtok beszélgetni neten, mivel ennek az oldalnak az alapprofé az az, hogy újrahasznosított Apple termékeket árulnak, ezért erősen megtévesztőnek tartom azt, hogy mikor a a kattintasz, akkor Poc Pro és egyéb készülékeket árulnak, amik Kísértetiesen hasonlítanak az Apple termékekre, amiknek a neve ugye pedig Airpods, és ők ezeket árulják az R megnevezés nélkül. Tehát Pods Pro, Airpods Pro helyett. Ez egy laikus vásárlót szerintem könnyen megtéveszthet, és nyilvánvaló, hogy ez igazából csak elektronikai szemét. Szemetet árulnak a vásárlóknak 1000%-os árréssel. Tehát több mint tízszeres áron sokszor. Külön érdekesség, hogy ezeket a füleseket amúgy osztogatják is a TikTok videóikban, és hogy esetleg valami problémád akadna a rendeléseddel, akkor kárpótlásként gyakran adják ezeket a füleseket, hogy azt gondolod, milyen nagyon jó fejek ők, de igazából ez nekik szinte ingyen volt. Pár nézőn már leírta amúgy a tapasztalatait az oldalal kapcsolatban, de természetesen ezeket nem lehet készpénznek venni, hiszen bárki bármit kitalálhat, sőt, Amondó vagyok, hogy ezt mindet csak kitalálták, és bármi egyezés a valósággal csak a véletlen műve lehet, és nyilvánvalóan tudja, hogy csak kitalálták ezeket, mert nagyon kreatívak az én nézőim, szóval most elolvasok pár ilyen mese történetet. jó szórakozást ezekhez a mesékhez. Ciao. Velem az volt, hogy rendeltem egy fülest, Remax 10, megjött a doboza, csak rá volt rakva egy papír csomagoló, és ha azt leszetted, akkor ott volt az eredeti termék, ami 3000 forint volt. Tehát ezt is csak lematricázták neki. Erről ugye látszott egy videó már a TikTokon, amit az elején láthattál a videónak. De hát az is csak ki volt találva amúgy. El volt túlozva a szórakoztatás kedvéért a TikTokosok által. Nem bizonyít semmit. Rendeltem két évvel ezelőtt egy iPhone 11-et, és szar volt a kijelzője. Random nyomásokat érzékelt, kijelzőn rövid érintéseket, hosszúakat, és ilyenkor mindig újra kellett indítani a telefont. Felhívtam őket, hogy kéne valamit csinálni ezzel, valamilyen gagyi kijelzőt tettek rá, hulladékból összeszerelt telefonok ezek az írónk szerint, és azt ígérték, hogy küldjenek egy futárt, viszont ez nem jött meg, két héten belül, aztán újra felhívtam őket, pár napon belül jött a futár, megcsinálták a kijelzőt, és egy idő után megint szar lett. arról pedig nem is beszélve, hogy az akkumulátor kapacitása hamar csökkent, szóval vett egy új telefont inkább máshonnan. Sajnos, vagy nem sajnos, első kézből nincsen tapasztalatom, de a tesómat elkapták az utcán, jöttek a kérdésekkel, ugye ez egy TikTok videó, gondolom. Nyert egy fülhallgatót az öcsém, a fülhallgató vélemény, mert ugye én használom. Az akkumulátor szörnyű, egyik részéből kiesett egy fekete cucc, két nap használat után, de ezután még használható volt. Érintéssel lehet vezérelni, de amúgy nagyon érzékeny, múltkor is folyamatosan leállt az zene, mert úgy érzékelte. Így hogy ingyen volt, így nem annyira szörnyű, de azért pénzt nem adnék ki érte. És itt a végén még érjezővé is csak le volt matricázva, és alatta látszott az eredeti kínai terméknek a neve, de hát ezt már tudjuk máshonnan. Ugye, mert mások is kitalálták ezt a történetet. Itt egy olyan srác jön, aki már amúgy visszaküldte nekik a terméket, kettőször is, és hát mindig valami más probléma jelentkezett a telefonján, mikor visszakapta. Mikor visszakaptam, az NFC nem ment a telefonomon, így nem ment az flp Pay-si képernyő tetejét, mint egy gombot lehetett nyomkodni, amit pedig 40 ezer forintért árulnak Polc Pro, az pedig egy 10 ezer forintos Proda fülhallgató. Legközelebb nem vásárolok tőlük. Itt ugye mondj, ez nem egy 10 ezer forintos, ez ennél olcsóbb mondj. Na, és itt pedig arra szeretnék reflektálni, amit itt mondtam, hogy szerintem megtéveszté ez a vásárlókat, hiszen én megkérdeztem, hogy kinek milyen tapasztalata van ezzel a weboldalad, és valaki írt, hogy szeretett volna fülhallgatót vásárolni tőlük, és hogy mi az is, tehát nem legit az oldal. Tehát igen, akkor akaratlanul is megtévesztitek ezzel az embereket, és erre itt van az élő példa egy panel rendelt volna egy iPhone 12-t, új kijelző, új aksi, stb. stb. De ez mind habi volt, az új kijelző valami után gyártott szar volt, és abból is az IPS. Az axi pedig nem is volt kicserélve. Itt valaki szintén éli a matricás dolgot, hogy csak le volt ragasztva egy kínai termék, rákeresett a kínai termékre, és emagon 7000 forint volt az, miért ő 30.000 forintot fizetett. Természetesen ezt visszaküldte nekik, és a pénzt vissza is kapta. Popfonról rendeltük a mostani iPhone X-emet, használtat rendeltünk direkt, mert nem akarok többet kiadni egy ilyen régi telefonért stb. 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 Kiváló jelölésű telefont rendeltünk. Igazából az Axira első héten 100%-ot írt, minden fasza volt, a hangszóromnak az egyik fele viszont nem működött. De úgy voltam vele, hogy ez nem a világ vége. Körülbelül két hét után kezdett el nagyon gyorsan melőni a telefonom, és az Axira is írta, hogy battery life decreased significantly. Pár napra rá már 40%-on kikapcsolt. Visszaküldtük garancia miatt, hogy cseréljék ki, mert direkt új kértük. Aztán körülbelül két hét után kaptam csak vissza a telefonomat, viszont az ügyfélszolgálat szerint ez amúgy csak 5 napot kellett volna, hogy egy igénybe vegyen. Szóval szerintem ez nem a leg jobb választás. Popforról rendeltem egyszer egy iPhone SE 2020-as telefonkészüléket, és olyan hibásan küldték el, hogy nem értem hozzá a telefonhoz, de úgy érzékeltem, mintha nyomkodtam volna folyamatosan. Használatlan volt az egész, rohadt nagy pénzkidobás volt, szóval vissza is küldtem, és soha többet nem rendeltem onnan. 2020 körül vettem egy iPhone 6S plus -t. egy hónapig jól működött, utána pedig nem működött a mikrofonja és a kamerája sem. A garancia két hónap volt, visszavittem, azt mondták, hogy meg lesz csinálva. Egy hét múlva hívtak, hogy kész van. Elmentem érte, viszont ugyanúgy rossz volt. Megint visszavittem, hogy még mindig rossz, és azt mondták, hogy megjavítják. Ismét eltelt egy hét, hívtak, hogy kész, de amikor elmentem érte, még mindig rossz volt. Ekkor feladtam, és inkább visszakértem a pénzt a mostani telefonom tőlük van, háromnapos szállítást ígértek, két hétig nem kaptam még visszajelzést sem, e-mailt is küldtem nekik, édesapám is hívta őket, és rá lett baszva a telefon, SMS-t is írtunk nekik, erre egy automatikus választ kapott. Két hét után hívták föl, hogy lila iPhone nincs a B kategóriában, de a sok kellemetlenség miatt felajánlanak egy A kategóriás iPhone-t, ami zöld. Elfogadtam, hiszen azt akartam, hogy legyen már végre egy telefonom, kihozták, tök jó telefon, de fixen nem A kategóriás, vagy ha igen, akkor nem tudom, mit kaptam volna B kategóriásként. És itt van az utolsó mesebeli történetünk, amit mindenki csak kitalált. Egy iPhone 7 plus kerestem magamnak, jófogáson is náluk találtam meg. Egy iPhone 7 plus hirdettek 25 ezer forintért szép állapotban, 100%-os akkumulátorral. Írtam is nekik, hogy szeretném megvenni plusz 1000 forintos töltővel. Nagy nehezen elküldte a számlaszámokat, és sikerült utalni. Csomapontra kértem, de mégis sikerült kiküldeni a címemre. A telefon, mikor megjött, 80-valahány százalékos aksival volt a 100 helyett, és körbe a sarkain ütött kopott volt az egész. Pár perc múlva kiderült, hogy a beszéd hangszóró sem megy. Arra, hogy ütött kapott, arra azt mondta, hogy szerinte szép, a másik két problémát pedig nagy nehezen azt mondta, hogy küldjen vissza és megcsinálják. A töltőt, amit kaptam mellé, egy eredeti iPhone kábel és egy átmarticázott iCos töltő volt. Mivel sok kellemetlenséget okoztak, kapok egy Pods Pro fülhallgatót is. Hát igen, kiszúrják az ember szemét egy 3000 forintos fülhallgatóval ajándékba, azért, mert nem képesek elvégezni a bedójukat. De ez csak egy mese. Természetesen itt nem a Bobfon cégről van szó, hanem a Bobfon nevű AI generált anime karakterről. Szóval létszi, ne pereljetek be, Amúgy én is rendeltem már tőlük egy iPhone X-et, és az is szar volt, vissza kellett küldenem, nem is tudom már miért, azt hiszem a hangszórója volt rossz, annak is a beszéd hangszórója, és alapból egy uh, hibás készüléket rendeltem meg, mivel nem akartunk rá Face id -t. Ezt visszaküldtem, kaptam egy másik készüléket, az pedig pár hét után leesett, és teljesen tönkrement, szóval uh, vettem egy másik telefont egy random embertől inkább. És ezek után amúgy még keresgettek is engem egy hónappal vagy két hónappal később, azután, hogy a második telefon megkaptam tőlük, és az is tönkrement, hogy az első telefonról, amit visszaküldtem, le tudnánk-e szedni az icloud -ot? de ezt sem értem, hogy miért hónapokkal azután, hogy visszaküldtem nekik. És most jöjjenek azok a mesebeli tündér történetek, amiket nem a nézőim találtak ki, hanem a Trustpilot értékelők. Természetesen ezek sem igazak, biztosan csak ö, a képzelet műve. Nem ajánlom senkinek. Rendeltem tőlük egy iPhone 12 Pro-t, a rendelést telefonon intéztem, jófogáson leadott hirdetésükben lévő kód alapján. Az ügyintéző a telefonban segítőkésznek tűnt, bár amikor kérdéseket tettem fel a telefonnal kapcsolatban, már nem érzékeltem azt, hogy korrekt. Inkább azt, hogy betanult, kitérő válaszokat ad a telefon akkumulátorát illetően. Hogy milyen nem ismeri fel a telefon, én tisztában voltam vele, mivel értek hozzá, hogy azért nem, mert rossz minőségi utángyártott dolgokat raktak bele. Ezt nem tartottam végül problémának, és megrendeltem. Másnap meg is érkezett a készülék, kicsomogalás, bekapcsolás után jött a meglepetés, amit az ügyintéző előző nap eltitkolt, hogy a kijelzőt sem ismeri fel a telefon az akkumulátor mellett. Mert az is utángyártott a korrektségük a szememben itt megszűnt létezni. Ettől függetlenül a telefon működik, az akkumulátor ideje is viszonylag jó, viszont bekapcsolás után értelemszerűen körbenéztem a készüléket, megvizsgálva a külsőségeket, sérülés, kopás, stb. és ledöbbentem. Hiányosan küldték el nekem a készüléket, vagyis a telefonból hiányzott a SIM adapter, azaz amivel a SIM kártyát bele tudott tenni a telefonba. Másnap reggel hívtam és őket azzal a szándékkal, hogy rájuk zúdítom az inkorrektségük következményeit, és felszólítottam őket, hogy a SIM adaptert azonnal pótolják hisz így használhatatlan a készülék. A telefonálás megkezdése után öt csörgéssel, vonalmegszakadás és egy miben segíthetek SMS rögtön utána. Először azt gondoltam, hogy még nincs bent az ügyintéző, később megpróbáltam még kétszer hívni őket, és ugyanaz történt, mint az első hívásnál. Itt tudatosult bennem, hogy a telefonszámomat elmentették a lehetséges problémás ügyfél szekcióba, és ők pontosan tudták, hogy több dologban is átvertek engem. Valamint azt, hogy hiányos a készülék, és soha többet ne tudjam őket elérni a saját telefonszámom. ]ról. Tehát garancia nincs, felesleges lenne elkezdeni e-mailezni is velük ilyen üzletpolitika mellett. Hát szerintem azért az e-mailezés az működik, és ezt én is tapasztaltam, mert ma is hívtam őket, emiatt a biztonsági rés miatt, amit a videó elején említettem, mert azóta most találtunk még egyet, de azt is kivitották. Hívtam őket, és az volt a reakció, hogy visszahívhatlak SMS-ben, és akkor leírtam neki, hogy inkább ne elküldtem a fejlesztőtöknek már, és valószínűleg rajta vannak az igön, de. Ne, nem értem ezt az SMSést én sem. De a garanciát pedig muszáj betartsák. Szóval ez, ez, ennek ez a része amúgy nem hiszem, hogy. Uh, korrekt ennek a véleménynek. Na, ö, folyt köv. Rendeltem egy telefon három hónappal ezelőtt láttam, hogy mennyire jó véleményekkel vannak az emberek ezzel az oldalal kapcsolatban, így rendeltem én is egy iPhone SE 2020-at. Már aznap felhívtak, hogy nincsen náluk SE 2020, ezért jó lesz -e az iPhone XS Max. Mondtam, hogy hát persze, mivel nyilván jobb is a telefon, így hát elfogadtam. Na most kiküldték az XS Maxot, működött kereken egy hétig, majd pedig csak úgy kikapcsolt, és nem is tudtam utána már használni. Elsőre körülbelül három nap alatt meg is csinálták, és egy hét múlva már nálam és volt, csak olyan jól csinálták meg a telefon, hogy nem bírta 3-4 napig sem, és küldhettem vissza ismét. Na ezután én elmentem nyaralni egy hétig, alapból úgy volt, hogy a nyaralás előtt megérkezik, de nem kaptam meg az értesítést, gondolva, hogy majd nyaralás végén itt is lesz a telefonom. Na hát ebből annyi valósult meg, hogy már hazajöttem nyaralásból, és se kép, se hang, még hívtam is a pofont, akik rám is nyomták, és utána írtak rám SMS-ben, ott elkezdték magyarázni, mi a baj a telefonnal, ekkor már másfél hónapja volt ott a telefon, és még hozzá sem nyúltak a telefonhoz. Azt mondták, elküldik szervizbe megnézni, mi lehet a baja, utána már egy másik e-mailben, mert e-mailen keresztül beszéltünk, idézem, mi nem tudjuk bekapcsolni a telefonod, valami baj biztosan van vele, de ma még egyszer megpróbáljuk. Gyerekek már alapból az, hogy már elvileg ránéztek a telefonra, akkor mégis hogyan adhatnak olyan választ, hogy valami baj biztosan van vele? Gratulálok a szerelő csapatnak, hatalmas taps. Nyilván ez írtó furcsa volt, és megírtam rá válaszom, amiután mi meglepő módon egyből kiderült, hogy alaplap hibája van, és hosszadalmas, hogy megcsináltassuk. De nekem nem volt más esélyem, nincsem, hogy megcsinálják, mert a telefonon minden új volt, és két hónap alatt ha nincs nála a telefon, értelemszerűen elfelejti az iCloud fiókját, és emiatt nekem csak azt mondták, hogy csak is akkor cserélik ki, ha kijelentkezem, mert úgy nem tudják tovább értékesíteni. Miért is nem? Most, hogy már itt a telefon, és két hónap után elküldték úgy a telefon, hogy lesem tesztelték, ami érthető, mert a jelkódot is elfelejtettem, így az utolsó beszélgetésnél csak így mellékesen megemlítik, hogy akkor nincs rá garancia. Szemetek. Alapból nem is számítottam rá. Ami érdekes, hogy ez a kijelentkezős ez egy kibaszott nagy hazugság. Innen is látszik, hogy egyáltalán nem is akartak, per akartatok segíteni ami eléggé gázos eladóként. Ja, és miért mondom, hogy hazugság, mert egyedül újra tudtam rakni a szoftvert, így az egész telefon új volt. Hogyha ezt én úgy meg tudom csinálni, hogy az iPhone-okhoz nulla hozzáértésem van, akkor bizony ezt ti, popfonosok, meg tudtátok volna csinálni, csak szartatok az egészre. Minden hülyeséget kitaláltatok, csak hagyjalak már békén titeket, pedig kivártam a soromat tisztességesen. Egyedül ti nem voltatok tisztességesek, ja, és még valami. Visszaküldeni a telómat úgy, hogy nincs rajta a kibaszott üvegfólia, amit kife kifizettem elég szánalmas. Ja, és amit megrendeltem, annó gyors töltő, annak a kábele nulla működéssel bírt, szóval csak ajánlani tudom ezt a szart, így rendeljetek innen bármit is. Na, ez az iCloud-os kiléptetős ez nem tudom, hogy mennyire igaz, mert fingom sincs, nem értek az apple -höz, de jól tudom, akkor az Apple telefonok azok le tudják lokkolni magukat, hogyha van rajtuk iCloud fiók. Ezzel a részével nem feltétlenül értek egyet, de itt is, amit leírt ez az ember, elég szarul hangzik. Nem gondoljátok? Már három hete várom a csomagomat, és semmi. A megrendelés gördülékeny, a kiszolgálók összezavaróak. Olyan dolgokat mondtak és ígértek, hogy másnap már megjön, közben a munkatársat pedig felhívtuk, és azt mondta, hogy még fel sem adták. Péntekig várom a csomagomat, de a lelkesedésem elment miattuk. Köszönöm szépen. Na most, hogy ezeken a véleményeken túl vagyunk, beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen szánalmas a reklámpolitikájuk, és hogy mi is történik a TikTok fiókjukon. TikTokon amúgy Naz Danival promóztak sokáig, lehet, hogy még most is, de random gyerekeket is szívesen szerepeltetnek olyan helyzetekben, ami részükre teljesen méltatlan. Tehát fiatalkorú gyerekeket használnak föl, reklám célokra, méltatlan szituációkban. Itt egyáltalán egy példát szeretnék megmutatni, ami teljes mértékben igazolja az álláspontomat, a többit pedig inkább nézzétek meg magatoknak, mert uh, elég cringe. Ebben a videóban egy maximum 15 éves kisrác mesél egy aktusról, mivel egy kínos kértek tőle. Mi volt a leggázabb szituáció, ami történt veled? Hát szilveszterkor nálam volt egy házbuli, és hát pont anyám ágyában volt egy aktus, aztán berúgták az üveget. volt? Igen. Drága volt legalább? Hát 50 ezeret elkértem rá. Ja, de akkor is kifizették? Hát ki, más választást nem hagytam. Csak skinny my money. Mit szóltak a szüleid ez? Hát anyukám nagyon nem örült, úgyhogy inkább nevelőfatarom, aki nem tudhatta meg, de még mindig nem tudja. Felvállalom magam. Felvállalja magát a srác. És kit kell követni? Pofon.eu, kövessétek! De ez mégis hogyan kerülhetett ki az internetre? Ki volt az, aki erre rábólintott? Szóval, ja, a reklámpolitikájuk nagyjából annyiban merül ki, hogy random emberekhez oda mennek az utcán, és fasságokat kérdeznek tőlük, cserébe pedig kaphatnak egy 4000 forintos kínai fülhallgatót, ami át van matricázva. Köszi szépen, pofon. Ciao. Szia manin, ha elfogyott a manit csak szólj Don ételek százat majd amit lesz majd elszórjál De ami a lényeg hogy a mai streambe kerüljek be Kicsit hamis te vagy a legjobb az egész kerületbe